amikor egy új nyomtatványt kitöltünk, akkor itt kiválasztottuk a nyomtatvány sablon típusát, ki lehetne választani, hogy kinek a törzsadatával töltse föl az űrlapot. Ez még egyelőre nem működik, remélhetőleg a jövőben ez változni fog. Igen, kaptunk ígéretet rá több alkalommal, elnézést, hogy viszonylag úgy vagyok vele, hogy már rég változtatni volt, lett volna lehetőség, remélem ez nem fog elmaradni. A fejlesztőknek menüpont is nagyon fontos lesz, hogyha megnyitottuk már a dokumentumot, tehát a nyomtatványunkat, erre vissza fogok térni. Itt igazából még két menüpont az, amit kiemelnék. Az egyik a névjegy, ez a legfontosabb. Itt nem csak a program verzióját tudjuk meg, hanem azokat is, hogy milyen könyvtárból érhetjük el az egyes lementett adatainkat, hiszen rengetegszer szükségünk lesz ezekre. Gondoljunk bele, hogy azért ritka az, amikor munkaszervezeten belül nem kellene átadni egy kész nyomtatványt egy másik kollégának, vagy ritka az, amikor rögtön be is tudjuk küldeni. Amint leülünk, elkészítjük a nyomtatványt, kitöltjük, csatoljuk a nyomtatványokat és beküldjük. Azért nem minden fog így működni. Akkor kell ezeket a könyvtárakkal kapcsolatos bűvész mutatványokat tennünk. Nem bonyolult, de itt megtalálhatjuk a adott telepített ANK-nál használt könyvtár szerkezetből a legfontosabbakat. Majd erre ki fogok térni, de ez egy fontos menüpont. Fontos még a technikai áttöltés új nyomtatványba. Ezt akkor lehet használni, hogyha sokszor kell ugyanazt az adatot betöltenünk, és ugye még nincsenek például törzsadatok, akkor ez egy hasznos információ tud lenni. Tegyük föl, kitöltöttünk, benyújtottunk egy keresetlevelet, kitöltöttünk minden adatot, majd később be kell adnunk az ellenfélnek az ellenkérelme alapján egy újabb előkészítő iratot, azt ugye a P23-as nyomtatványon tehetjük meg, bizonyos adatokat át tudunk tölteni a kiinduló nyomtatványból a cél nyomtatványba. Ennek a technikai áttöltés segítségével.